Na hát, hello, hello, szevasztok, skacok, Lerni vagyok, és a nagy kihagyás után végre vissza tudtam jönni nektek streamelni egy kicsit. Üdvözlök mindenkit, aki itt van az élő adásba. Hú, olyan régen streameltem már, egy kicsit kiestem a gyakorlatból, de mindjárt leellenőrzöm, hogy kik vagytok itt. Na, menjünk, az hol is nézem meg? Melyik, ennek volt külön gombja régen, de most nem látom, hogy hol van. Hogy kik néznek. Vagy megnézem itt. Ja, itt. Azt mondja, itt van velünk Benceun 12, Big Stan 4, Commander Root, Lapis 62, Super Ninja Rob, Vit Pro és Warp Memories. Üdvözlök mindannyiótokat ebben a csodálatos adásban. Hát, ugye augusztus óta augusztus vége óta nem volt stream, és hát elég sok minden történt az elmúlt időszakban. Voltam kint Németországba, Berlinbe, ott volt a Eurofurance, aztán onnan elmentünk még barátokkal Prágába, akkor hazajöttem, akkor lett egy rakás munka, és akkor kampányidőszak, és akkor politikusoknak videót gyártani, vagy hát polgármesteri jelölteknek, meg képviselőjelölteknek videókat gyártani, meg ilyesmi. Aztán volt egy... Húvaink, azt nem is írtam be a címbe. Voltam egy magyarországi furry rendezvényen is, a Furdance-en, amin videóztam is. Mondjuk abból a videót még nem raktam össze. Akkor voltam... Hol voltam még? Ja, ugye a meló lement, akkor utána kimentem édesanyámmal még Salzburgba egyik ismerősünket meglátogatni. Úgyhogy elég sok minden volt, úgyhogy ezekről fogunk ma a mai adásban beszélni, így a gameplay mellett. Kicsit így elmesélem nektek, hogy miért nem volt mostanában a stream. Úgyhogy, ja, meg új mikrofon. Vagyis hát ez annyira nem új, mert ezt használtam a videózáshoz eddig is, csak annyiban változtattam a dolgokon, rájöttem, hogy egy ilyen, ha magam elé teszek egy mikrofont, akkor talán jobb a hangminőség. Úgyhogy nem, mert eddig régen ugye ezt a mikrofont használtam, hogy utólag is elnézést mindenkitől a hangzavarért, véletlen fölborítottam a mikrofon. Szóval egy ilyen Samsung Gómik mikrofont csiptettem föl a monitorom tetejére, és ezt használtam, és eléggé ilyen olyan volt a hangminőség, mint hogyha a WC-ből vennének, de most már talán nem lesz ilyen probléma, most már jobb lesz a hang egy kicsit, úgyhogy remélem, hogy ezt ti is észreveszitek majd, aztán lehet majd mondani a véleményt, hogy jobb-e a hangminőség. Úgyhogy ja, egy ilyen bundás mikrofon így bekerült még elém, bár ennek is akarok majd még egy állványt plusz, hogy még közelebb tudjam tenni magamhoz, mert most úgy néz ki a történet, hogy nem is a billentyűzet tartomon van rajta egyből, hanem még így a Logitech-es webkamerámnak a dobozára raktam rá, és akkor így van megmagasítva, mert egyébként, hogyha nincs itt, akkor így lent van, még így is látszódik valamennyire a teteje egyébként, csak így akkor meg messzebb van tőlem. Így talán jobban veszi a hangomat egy fokkal. Szóval, ja, eltöröm a berendezést, igen. Ja, úgyhogy tényleg elég sok minden volt mostanában, úgyhogy lesz miről beszélni, fogok is, egy szép sorjában. De hogyha nektek is van esetleg valami mesélni valótok, nyugodtan írjátok meg a chaten, és akkor beszélgethetünk így közbeje. Habár nem tudom, a heten vagyunk, ha jól látom. Úgyhogy lesz is, aki hallgassa itten a történéseimet, vagy a sztoriaimat. Ezzel a csodálatos kontrollerrel fogok játszani, és Super Metroidozni fogunk. Na most, el tudtam volna kérni Garga Pistától a játékot, mert nála ott van, csak most ő is nagyon rá van függve, és úgy voltam vele, hogy akkor hadd játszani is, mert ez kicsit tipikusan egy olyan játék a Super Metroid, ami így... Itt nem lehet csak úgy azonnal kijátszani, mert eléggé hosszú játék, és eléggé bele lehet merülni. Úgyhogy a Switch-en fogunk játszani, szóval, hogyha a Switch-en van online, Nintendo online előfizetésetek, akkor le tudjátok szedni a Super Nintendo online appot,
és akkor azon belül tudtok játszani vele. Én meg, ha már úgyis van ez a csodálatos SNES kontrollerem, ez az 8-bit-dós SNES kontroller a Switchhez, akkor ezzel játszok, egy kicsit autentikusabb legyen. Gratulálok, magamnak írni se tudok helyesen. Várjunk közben, várjunk, laggolok? Valami van. Ó, itt egy box is, üdvözöllek. Várjunk. Nektek laggol az adás, vagy csak én látom úgy, mintha laggolna? Aha, laggolok. Akkor ez valami rendszer szintű szutyi lesz valószínű. Várjunk. Most abban maradt. Igen, ez még mindig... Ez ugyanaz a hiba, ami korábban is volt az adások során, úgyhogy... Ja. Az a baj, hogy ez ellen semmit nem tudok tenni. A gép egyszer gondol egyet a számítógépem, és elkezd laggolni egy darabig. Ez sajnos ilyen. Hang akadozott csak. Én láttam, hogy akadozott a kép is, de most már talán abban maradt. Reméljük, hogy most már nem lesz több ilyen technikai malőr, mert most ugye szerdán akartam volna nektek streamelni, már akkor lett volna ez a mesélős, beszélgetős stream, egy kis League of Legends-es TFT mellett. Ne akadékoskodj. Mert hiányoztak a szó vicceid, Baxi. Ah, már rég beszéltünk. Na, mindjárt itten átváltom magamnak a tévét először, meg átrakom nektek is a jelenetet, hogy lássátok a izét. Csak itt már bekészítettem magam, okos telefonnal kezelem az OBS-t most már. Ilyen újítást is csináltam. Azt mondja, játék. Így, és akkor már itt is van. Nagyon szuper. És akkor tudjuk csapatni. Ha nem diszkonektelt volna le a kontrollerem. Na, megint vissza tudom csatlakoztatni. Aj, konnekteljél már. Na, ez az. Jó, oké, rendben. Annyi, hogy a tévé hangját még leveszem, hogy az ne hallatszódjon vissza a mikrofonból. És akkor már szupi is lesz. Szó szerint, szupi Nintendo. Ez a live amúgy hajnali 3-ig netán el fog tartani? Azaz 8 órát? Hát még meglátjuk. Azért nem hiszem, hogy olyan hű, de sokáig tartan ez a live, de kifulladásig, azt mondom. Most, hogy az mennyi lesz, azt még nem tudom. Doomot a népnek. Az is egy jó játék egyébként, de most, mondjuk ez is feelingre hasonló egyébként a Super Metroid a Doomhoz, csak picit másabb a jellege, de amúgy az atmoszférája az nagyon-nagyon adja. Ez 94-es ez a játék, 3 éves voltam, amikor ez megjelent. Durva, hogy telik az idő egyébként. És akkor... A nagy intro jelenet. Ott van a Metroid. A laborba, viszont... A labortudósok valamiért meghódtak. Azt a mindenit neki. Na nézzük, várjunk. Van itt már nekem egy mentésem, de most egy újat fogok csinálni. És meg akarom nézni azt is, hogy... Mi a controller settingem, mert nem mindegy, hogy hogy van beállítva. Aha. Úgy látom, hogy más. Más a gombkiosztás. Én egy picit máshogy szoktam. A shot az Y. Jump az legyen inkább a B. A dash az lehet az A. Vagy várjunk, hogy van. Select az item. Select az legyen inkább az X. Az item cancel az lehet a select. Oké, angle up, angle down, az maradhat. Jó. Oké. Ennyi. Az X-el fogok tudni tárgyat váltani, az fontos lesz. És akkor így nekem kényelmesebb lesz az irányításokkal. Na, start game. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Béke van a galaxisban, nem olyan biztos az. És akkor itt a főhősünk Samus elmeséli itten a történéseket. Az előző Metroid játékokból, mert ugye ez már a harmadik része a sorozatnak, és itt elmondja, hogy az első részben
végül is az történt, hogy megpróbálták a Mother Brain-t megállítani. És akkor látjuk is a harcot, ahogy a Mother Brain-en megküzdött. Ez volt ugye még az NES-en. Aztán kijött a Game Boy-ra a Metroid 2. És ott a Metroidokkal megpróbált megküzdeni a saját bolygójukon, az SR388-on. És mi el tudta takarítani az összes Metroidot, kivéve egyet, viszont az miután kikelt, az úgy követte Samust, mint hogyha az édesanyja lenne. Itt látszik is, kijön a kis Metroidocska, és ott kering körülötte. És akkor elvitte a kutatócsoportnak ezt a Metroidot, hogy hát ha tudnak belőle valami jót is kihozni, valami jóra felhasználni ezt a jószágot. És ott át is adja, látjuk, a tudósnak átadja a Metroidot a kapszulába. És hát kiderült, hogy föl lehet használni az emberiség javára az erejét, amivel jobbá lehet tenni a civilizációt, egy jót lehet tenni az emberöknek, úgyhogy neki is láttak a kutatásnak. És hogy megelégedett azzal, hogy minden jól megy, így hát elhagyta az állomást, hogy új melót találjon magának Samus. De már éppen, hogy csak elhagyta az aszteroida övezetet, vagy övet, amikor kapott egy segélyhívást, hogy az állomást megtámadták. Úgyhogy gyorsan vissza kellett mennie, megnézze, hogy mi történt. A Space Colony, az űrkolóniába visszamegyünk. És akkor innen kezdődnek Samus Aran kalandjai. Vagyis hát igazából folytatódnak a már korábbi kalandjai. És nagyon, ez a játék tipikusan ez a thriller feeling, hogy így mész, így fedezel fel dolgokat, közben ilyen érdekes zenék szólnak a háttérben, amiktől olyan kicsit nyugtalan vagy, próbálsz rájönni, hogy merre kell tovább jutni, hogy meg mint, tehát ez külön zsánert hozott létre gyakorlatilag, a Metroidvania zsánert ez a széria. És hát itt vagyunk, itt látszik is, hogy hoppá, eltűnt a Metroid. Meg itt vannak a halott tudósok is. Nézzük meg, hogy hova vitték ezt a szerencsétlent. Ó, hát itt vagy, na, cső, gyere velem vissza, jó? Oda, amott, ahonnan eljöttünk, oda vissza kéne menni. Hoppá! Hát Ridley! Hát nem igaz, hogy te mindig tönkre vágsz itt nekünk mindent. Hát. Na mindegy, széjjel lőlek. Az a baj, hogy nagyon gyenge lövedékem van. Valamiért elvesztettem a képességeimet, nem tudom, hogy miért. De ez a legtöbb Metroid játék elején így van. Vagy már megvan rögtön az összes képességed az elején, aztán elveszíted, vagy pedig úgy kezded a játékot, hogy semmit nincs. Na, most aztán jól lesérültem. Hoppá. Mindjárt főrobbanunk, hát akkor nyomás innen. Futás! Na majd mindjárt mesélek, csak még innen kijövök, mert itten nem akarok megpusztulni. Az űr kellős közepén.
Na, ez az. Egyjutottunk a kiáratig még időbe. Bum. Hát a tudósoknak is annyi, meg ott mindennek, ami ott a bázison volt. Úgyhogy elmegyünk a Zebes bolygóra, mert láttuk, hogy oda repült a Ridley. Úgyhogy vissza kell szerezni a Metroid lárvát, nehogy itten valami gáz legyen. Úgyhogy meg kell menteni az emberiséget, nehogy itten nagy bajok történjenek. És akkor megérkezünk Zebes bolygóra csodálatos hajónkkal, és akkor itt kell majd mászkálgatni. És akkor, ja. Na hát, meséljek a Ferdance-ről. Mondjuk a Ferdance az is egy érdekes dolog volt, de megpróbálnék inkább időrendi sorrendbe haladni. Először a Eurofurance-ről mesélnék nektek, miközben játszok a játékkal. Mondjuk nem tudom, mennyire fog menni, már tényleg nagyon régen streameltem, és egy kicsit elszoktam attól, hogy egyszerre játszok is, és közben beszélek, de így legalább visszarázódok talán egy picit. Na, az Elf az egy elég nagy dolog volt most a számomra, mert tudnélik, az Eurofurance az itt Európán belül a legnagyobb furry rendezvény, amit tartanak, és ugye azt rólam érdemes tudni, hogy hát régebben aktívabban részt vettem az ilyen furry programokon, meg gyakrabban sokkal aktívabb voltam a furry közösségbe. És barátaimnak az unszolására, vagy hát nem is az unszolásukra, inkább csak mondták, hogy tartsak velük, kimentem én is a Eurofurance-re. És adódott a lehetőség, meg nekem is volt rá pénzem, hogy ki tudjak venni, meg régóta szerettem volna, kíváncsi voltam, hogy milyen ez az egész, és egy kellemes csalódás volt. Így arra számítottam, hogy majd sok kocka, meg mit tudom én, mindenki nagyon beleőrülve a saját kis hülyeségébe, és nem. Tehát így javarészt tök normális emberek, annyi, hogy sokan jelmezeskednek, elég sokan voltak egyébként, körülbelül 3000 regisztrált tag volt a rendezvényen, és olyan, abból körülbelül 1000 voltak jelmezesek, tehát nagyon-nagyon sokan voltak. És volt egy feeling ennek az egésznek, és nekem ez annyira megtetszett, maga ez az utazás, az, hogy találkoztam csomó új emberrel, meg olyan nevekkel is összefutottam, akiket korábban csak így interneten keresztül volt ismerős, meg tehát, hogy csak a tehát így élőben nem találkoztam így az illetővel például, és ott viszont meg igen, és így tök jó volt, hogy tehát biztos átéltetek már ti is hasonlót, hogy valakit csak netről ismertetek valamennyire, mondjuk lehet, hogy egy pár szót váltottatok online, és akkor aztán találkoztok élőben is, és ez tök menő. És akkor rengeteg program, rengeteg előadások voltak különböző termekben. Tehát ezt úgy kell elképzelni, egy óriási nagy hotel, ami egy Európában legnagyobb ilyen konos hotel, tehát hogy ilyen, direkt ilyen konferenciákhoz, meg találkozókhoz van kitalálva. Óriási nagy csarnokokkal, rengeteg teremmel, amik így variálhatóak, meg mindenféle tehát így tényleg egy meg ugye egy lakó résszel, ahol ugye a szobák vannak az emeleti részeken, és ott a földszinten meg az első emeleten vannak főleg ugye az előadós termek, meg minden. És ezt a sok szújtert látni, meg így az ismerős arcokkal összefutni, magyarokkal is rengeteggel találkoztam, meg én is kértem commissionöket, meg minden. És egy hatalmas élmény volt, és így rájöttem arra, így nekem ez egy ilyen nagy dolog volt most tényleg, mert így rádöbbentem arra, hogy basszus, van egy csomó minden, amihez így régen nagyon kötődtem, meg minden, és ó, már nem csak
Ja, lőni kell egyet, igen. Ja, megkaptam közben a morfball képességet, amivel így golyóbb is el tudok változni. És vannak olyan helyek ugye itt korábban, ahova nem tudtam eddig bemenni, mert nem fértem oda. Most már oda fogok férni. És aztán visszafele jövet meg elmentünk Prágába. Ott is megszálltunk egy-két éjszakára. És Prága gyönyörű. Meg nagyon finom a sör. Úgyhogy ha valamikor kijuttok Prágába, akkor tényleg ott az óvárost azt mindenképpen nézzétek meg, mert nagyon-nagyon szép. Meg valami jó kis helyi kocsmába menjetek be. Mi nem mentünk konkrétan kocsmába, hanem... Volt egy a szállodánkkal, vagy hát a szállóhelyünkkel szemben egy nagyon jó étterem, ahol nagyon finom kajákat ettünk. És ma alig várom, hogy jövőre is visszamenjek majd oda. Az annyira király volt. Lil Mao, üdvözöllek téged is, meg itt van Red is. Menjünk ki az, akit nem köszöntöttem még. Máté MT Channel, üdvözöllek téged is. Megtanultam a Megalovániát gitáron, de gondolom már hallottad valahon. Ja, igen. Igen, igen, elspoilerezted már nekem korábban a... Most nem tudom, hogy vagy UG-nál, vagy Reddinél, de valakinél elspoilerezted, igen. Most így a napokban. Hogy azt tanulgatod. Ez egy jóféle. Ez jó dolog egyébként a gitár. Mondjuk én nem nagyon ástam magam bele a gitárnak a kitanulásába. Menjünk itt. Ó, várjunk, oda nem tudok bemenni valahogy. Szerintem. Ez nekem gyanús ott. Aha, itt vagyok. Csak beszorultam. Még nincs meg az a képesség, ami ide kéne. Hogy itten tudjak okoskodni. Úgyhogy ide majd még később vissza kell jönni. De ez a játék erről szól kb. Így látsz ilyen dolgokat, vagy felfedezed dolgokat, amiket nem tudsz. Látod, hogy valamit csinálni kéne, de nem éred el, vagy nem tudod megnyitni. Aztán később szerzel egy képességet, vagy fegyvert, vagy akármit, amivel aztán meg tudod szerezni azt, amit láttál korábban. Vagy el tudsz jutni oda, hova eddig nem tudtál. És ilyenekkel van tele ez a játék. Ez az, ami így igazából ilyen addiktívvá teszi, hogy rájössz, hogy most van egy ilyen új cuccom, most ezzel akkor végre el tudok jutni ide, ahova korábban nem tudtam. Meg le tudom győzni ezt a bosst, akit korábban nem tudtam. És akkor... Úgy néz ki, hogy itten az űrkalózok itten megtaláltak minket. Úgyhogy gyorsan innen ki kéne jönni, hogy békén hagyjanak bennünket. Így né. Na igen, most annyit beszéltem, hogy a játékról meg kb. Alig. És itt elég sok minden történt itt közben, amíg itten mászkálgattam. De már nem nagyon fogok kitérni a részletekre. De lényegében itt elmentünk korábban a Modern Brain-nek a terepe mellett. Vagy hát azon a részen, ahol ő volt régen. Még valamikor egyszer legyőztük, és akkor az első részben egy ilyen nehéz ilyen platformos részen kellett végigmenni, hogy ne legyen olyan egyszerű a játékosnak a dolga, és ezt így átültették ide a Super Metroidba is. Nyilván nem csak nosztalgia faktorként van ez így behelyezve, hanem azért is, hogy sejtesse a dolgokat előre, de nem akarom elspoilerezni itt a dolgokat, majd még valamikor később vissza fogunk jönni ide, azt tuti. Majd egyszer. Mondjuk azt nem garantálom, hogy élőadásban is látni fogjátok, mert elég hosszú ez a játék, és nem biztos, hogy fogok tudni mindig haladni ezzel az egy játékkal. De... Ó, várjunk itt, ki tudjuk nyitni ezt az ajtót.
Ez az. De most így elő akartam venni ezt a játékot, mert így kedvet kaptam hozzá, mert valamelyik nap, egy hete körülbelül vagy, hogy voltam Garga Pistánál, és pont ezzel játszott a Super Nintendo-ján, és így elkapott ez a nosztalgia faktor, ez a feeling, hogy vaj, de jó játék a Metroid, meg most a napokban Minecraftot streamelt Reddy, és így eszembe jutott, hogy végül is megvan a hasonlóság a Minecraft meg a Metroid között is egy picit, hogy egy ilyen idegen helyen mászkálsz, és próbálsz meg kincseket, meg mindenféle rejtett cuccokat felfedezni. Hát kb. Ebben így hasonlít a két játék egymáshoz, és akkor mondtam neki, hogy tegye be a Super Metroidnak az egyik zenéjét így Minecraftozás közben miközben bányászik, és tökre ezért volt egy nagyon jó feelingje a dolognak. Na most itt közben meg találtunk egy szobát, amiben unlockoltuk itten a térképen a területeket, mármint hogy kaptunk térképadatokat, és így jobban látjuk, hogy merre lehet menni, meg hogy vannak itt a szobák, meg minden. Lesz-e, az S betűnél lesz nekünk egy mentési pontunk, azokat fontos tudni, hogy hol vannak a mentési pontok, mert ha nem tudsz menteni, akkor az nem jó. Mert most már ugye itt a modern technológia azt mondott, hogy ZLZR, és akkor create suspend point, de hát ez régen nem így működött ám. Régen menteni kellett ahhoz, hogy tudjál játszani a játékkal később is, hogy ott tud folytatni, ahol abba hagytad. Csak itt szakaszokra volt bontva, nem tudtam mindig menteni, hanem csak azokon a helyeken, ahol volt mentési pontod. Tehát ilyen mentési szobákat meg kellett találni, mint amilyen ez is, és akkor would you like to save, és azt mondtad, hogy yes. És akkor, hogyha én most el akartam menni mondjuk a barátokkal lógni, vagy iskolába, vagy munkahelyre, vagy akármi, akkor itt most kikapcsoltam a konzolt, visszajöttem, és akkor utána tudtam folytatni ettől a mentési ponttól, ugyanannyi energiával, tehát életerővel, meg ugyanannyi fegyvere, meg mindennel, amit eddig így megszereztünk a játékba. De hát most már ez nem annyira különleges, mert igazából most már minden játékba lehet menteni, meg bármikor menthetsz, de ez régen elég nagy dolognak számított. És nagyon oda kellett figyelni arra, hogy mentsél, mindig ne felejtsd el. Mondjuk azt még most is. Na és erre nem tudunk tovább jönni, mert ide majd kelleni fog egy képesség. De hogy milyen képesség, azt még nem mondom el. Na, kis csetet is olvassunk. Én eldudolászni, meg elkopogni asztalon különböző tárgyakkal. Ja, a megalomániát, az jó. Ja. Tény Lerniről kalandvágyó. Hát, ez egy ilyen, nekem is egy ilyen új dolog volt most. Így nem gondoltam volna, így azt hittem, hogy tökre el vagyok így egymagamba is, meg így egyedül, és hogy így eljátszogatok, de aztán rájöttem, hogy kell ez is, de kell nekem az is néha időnként, hogy világot lássak. Mert eszméletlen jó. Tehát így egy új szemléletet nyertem most ezekkel az utazásokkal, hogy érdemes egyébként járni a világot, meg minden, mert azzal élményeket szerzel, és az élményben meg az a jó dolog, hogy az élményt az senki nem veheti el tőled. Mert a videójátékok meg igazából bármilyen anyagi jó javak, amik lehetnek az életedbe, ez lehet a házad, ez lehet a családod, ez lehet akármi, vagy mit tudom én, a hobbihoz kapcsolódó dolog, vagy bármi tárgyi dolog, az elveszett egy tűzben, vagy ellophatják, vagy akármi, de az élményeket meg senki nem veszi tőled el. Tehát éppen ezért fontos az, hogy ne csak egy dolgot csináljon az ember az életében, jó, nyilván azzal is le tudja magát kötni, de kicsit érdemes feldobni a dolgokat, hogy izgalmasabb legyen. Kell a változatosság. Na, visszajöttünk ide a hajóhoz, és mentünk egyet. Mert ugye menteni fontos. Addig nézek egy kis csetet.
De én megyek, sziasztok, további jó streamet. Köszi Máté, hogy beugrottál, remélem, hogy jól érezted magad. És akkor majd valamikor a jövőben is várható lesz még stream. Most már úgy néz ki, hogy lesz több szabadidőm, úgyhogy fogok tudni végre újra streamelni. Csak most elég sok volt a melóm ugye a munkám miatt, de most már talán nem lesz ebből gond. Na, egy picit félreteszem a játékot. Pózolok egyet. És akkor átrakom magam egy ilyen másik jelenetbe. És akkor így tudunk dumálni egy kicsit, és akkor így jobban ki tudok térni így ezekre a dolgokra, amikről így mesélni szeretnék, meg veletek is akkor tudok dumálni. Megnézem, hogy miket írtatok még. Elkapott a Metroid hangulat? Igen, Reddy, most így tökre. Ugye nálad is, amit meséltem, hogy így beajánlottam neked azt a zenét a múltkori adásodba, és így az is eszembe jutatta a játékot, meg előtte ugye a Garga Pistánál láttam, hogy játszik vele. És így tökre kedvet kaptam hozzá újra. Meg ez tényleg egy olyan játék, amiközben így lehet is beszélgetni, meg nem igényel akkora nagy odafigyelést, mint egy Mario, vagy egy League of Legends. Mondjuk TFT az még mondjuk pont egy olyan lett volna, de azt a múltkor akartam volna, de most jobban volt kedvem ehhez, úgyhogy inkább ezt vettem elő. Nézzük, miket írtatok még. Senki se felejts el, hogy időátállítás. Ja igen, az... Nem is, vagy menjünk most hajnalba, vagy vasárnap hajnalba kell átállítani, azt már nem tudom. De hajnali 3 órakor kell visszatekerni az órát 2 órára, és azzal igazából nyerünk egy óra hosszát, tehát egy órával tovább lehet aludni. És az jó cucc, azt szeressük. Ez az egyetlen egy jó óraátállításos időszak az őszi, mert ilyenkor így az azt eredményezi, hogy nyerünk még egy órát pluszba. A tavaszit annyira nem szeretem, az nagyon keresztbe tud tenni nekem sokszor, ott meg pont, hogy elveszítünk egy órát, úgyhogy ezért én inkább annak az oldalán lennék, hogy szerintem hagyjuk ezt az egész óra átállításos dolgot, úgyhogy tök jó lenne, hogyha ezt így egységesen bevezetnék mindenhol, hogy ne legyen ez az óra átállítás. Mert ez is egy olyan dolog, amit azért találtak ki, hogy spóroljunk az energiával, kevesebbet működtessük napközben az elektromos eszközöket. Csak hát azóta meg már megváltoztak a dolgok, most éjjel-nappal mennek a számítógépek, tehát igazából tök mindegy, hogy most ide-oda tologatjuk az időt, vagy nem. Az nem fog változtatni dolgokon. Mert ugye azért van az óra átállítás, mert akkor a nap ugye mondjuk, akkor úgy van, hogy a napállása az megváltozik gyakorlatilag így napközben, hogy mondjuk későbbre megy le a nap, vagy hamarabb kell fel a nap, vagy azért, tehát de mindegy, ezt így most egy kicsit hülyén írtam körül, de gondolom, hogy értitek, hogy mire gondolok. Tehát ez a, így emiatt így lehetne spórolni ugye az energiával, eredetileg legalábbis ez lett volna a célja ennek az óra átállításnak, de ez a mai világban már nem nagyon működik. És simán el lehetne törölni, amiket írtatok. Még nagyon beindult a chat, én úgy látom, mint egy csomó mindenről lemaradtam, miközben itt meséltem. Hova megyünk? Ja, kérdezte Lil Mao. Hát igen, amit majd mondtam neked még a legutóbbi Ready adás alatt, hogy most anyuval azt terveztük be következőnek, hogy Rómába megyünk majd, mert ugye most múlt hétvégén voltunk Zarzúrban, majd arra is ki fogok térni hamarosan, de az is egy érdekes út volt, az tökre éltem. Jól esett most a sok meló után egy kis kimozdulás, az kellett. Ennek a játéknak a lényege hasonlít szerintem a Mario & Luigi gémekre, ott is fedezel területeket és kapsz közbe új képességeket. Például forró pattogó labda, vagy fúróként Mario és Luigi. Aha, van abban is, bár a Mario és Luigi széria az inkább RPG, tehát egy ilyen szerepjáték, hogy ilyen döntéseket kell hozni, meg ilyesmi, de van egy ilyen része is egyébként egyik-másik játék. Nem játszottam mindegyik Mario & Luigi-val, egy-kettőben néztem bele, és ott is van, azt hiszem a Game Boy-ra volt egy, a Game Boy Advance-ra az első. A Superstar Saga, azt hiszem az volt az első, azt talán végig játszottam, de már nem emlékszem pontosan. Ott voltak olyan feladatok, ahol mondjuk kaptál egy képességet, és akkor egy ilyen logikai feladatot kaptál magad elé, hogy azt azzal a képességgel meg kellett oldanod, meg ilyen, tehát ilyen szempontból igen hasonlít.
szerintem is. Én például 4 hónapja bejártam családommal Esztergomot, meg Párkányt, aznap 15 kilométert sétáltam, és reggel 8 órás indulás és este 8 órás érkezés, plusz reggel láttuk az Orient Expresset. Oh. Na igen, ez is egy olyan dolog, nekem is most az Salzburgi utam az olyan volt, hogy fölkeltem reggel, összekészültem meg minden, és olyan, hogy is olyan 7:30-kor indultam el innen Szegedről, Ketszelre, akkor olyan nagyjából olyan 9 óra körül megérkeztem szüleimhez, és akkor onnan még átcuccoltunk, meg autóval átmentünk Kiskőrösre. Kiskőrösről olyan 10 óra körül indult a vonatunk, fölmentünk Pestre, úgy délre odaértünk, akkor ott még másfél óra várakozása az átszállásra, akkor onnan elindultunk Salzburgba, és akkor este 7:30-ra érkeztünk meg, és ott is volt egy fél óra hosszás várakozásunk, Bécsbe, és azt nem is tudtuk, hogy miért álltunk fél órát Bécsbe, bemondták, csak az a baj, hogy nem értettük, meg a mellettünk ülő magyarok se figyeltek akkor pont, amikor ezt mondták, és ők se értették, úgyhogy nem tudtuk, hogy miért álltunk fél órát Bécsbe, de még az is így hozzáadott az utazáshoz, időben legalábbis, és akkor így tényleg ez az egész napod ez azzal megy el, hogy utazol. De aztán végül megéri, mert utána meg a többi napot meg azzal töltött, hogy felfedezed azt a helyet, ahova elmentél. De így hál' Istennek volt 4 napunk erre az egész kalandra, és akkor így azért tudtunk mászkálni be Salzburgba, és nem tudom, miért akarok mindig Berlint mondani. Mert mondjuk a berlines sztorit sem mondtam el teljesen, de majd mindjárt visszatérünk erre is. Nézzük, hogy miket írtatok még. Armando, na téged is 1000 éve nem láttalak már, üdvözöllek az adáson. Az lenne a vicces, hogyha folyamatosan csak visszaállítanák 1 órát, és 12 évvel később nappal alszunk, éjjel dolgozunk. Hát lehetne egy időbe utazni, igen, de hát ez ennek nem lenne haszna. Ennek nem sok értelme volna. Na, Gargapista, a megihlető, szevasz, üdvözöllek. Részben miattad is van az, hogy most szuper metroidozunk máma. Most egy picit félre raktam a játékot, hogy tudjunk beszélgetni. Gyanús volt, igen. Gondolkodtam is rajta, hogy elkérem, csak aztán úgy voltam vele, hogy biztos, hogy te is rá vagy most függve, meg minden, azért nem akartam most, hogy így elvegyem a lehetőséget tőled, mert azért egy kazetta van, akkor csak egy ember tud játszani egyszerre a játékkal, de hogy így, hogy fönt van a mondjuk rajta van a SNES Mini-n is, de most a Switch-ről kezdtem el játszani a játékot, mert most az volt összedugva éppen, úgyhogy így most ez volt a kényelmesebb megoldás. De ja, van rajta 3 mentési slot. Mondjuk az igaz, csak hogyha nálam van a játék, akkor te nem tudsz játszani vele. De jól tippeltél, tegnap este is azt voltam. Na, gondoltam, tudtam én. Ez tényleg egy olyan játék, amit egyszer elkezd az ember, és úgy tökre bele lehet merülni, és tök nehéz letenni. Nagyon magába szippantja az ember állatot. Na, közben úgy látom, hogy talán mindenre válaszoltam, amit írtatok itt már korábban. A legtöbb dologra válaszoltam. És akkor Berlinnel kapcsolatban nem tudom, hogy érdemes-e még mesélnem valamit onnan. Igazából tudok bármit. Ha van konkrét kérdésetek, nyugodtan fölteltitek egyébként, és akkor a legjobb tudásom szerint igyekszem válaszolni. Berlin után ugye elmentünk Prágába, azt is ugye meséltem, hogy gyönyörű volt, meg nagyon jók voltak a sörök, meg a kaja. Úgyhogy oda is mindenképpen szeretnék majd menni jövőre is, meg az EF-re is nyilván, úgyhogy ez így ráébresztett arra is, hogy most így az utóbbi években én nagyon sokat foglalkoztam a Nintendo-val, de tényleg, tehát csak a Nintendo-ból állt az életem, ami nem egy rossz dolog, mert tök jó tele vagyok ilyen Nintendo-s cuccokkal, így a szobámon is látszik, de ez így az a baj, egy idő után a jóból is megállt a sok, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Tehát így rádöbbentem most, hogy van az életemnek egy olyan része, amit így tökre félre raktam, és megfeledkeztem róla. És így
tökre kedvet kaptam most megint újra ahhoz, hogy így eljárjak ilyen találkozókra, meg én is, hogy újra elkezdjek majd jelmezeskedni, mert az is egy tök jó dolog volt, meg újra zenét szerkeszteni, meg úgy többet mozduljak ki, mert elég sokat ülök itthon, és nem, annyira sok minden nem kezdek úgy az életemmel, jó mondjuk, ott van a munkám, az mondjuk eléggé leköt, meg tök jó így a videózásban is tök jó kiélem magam, de így arról szól egy napom, hogyha van munka, akkor reggel fölkelek, nekiállok videót vágni, és akkor este végzek, és akkor utána hullafáradt vagyok estére. De ugyanez, hogyha forgatni kell menni, aztán így olyan sok mindenre nem nagyon jut idő. Kivéve amikor uborka szezon van, olyankor meg mondjuk tudok így streamelni, mint most is. És akkor így kb. Ennyi, nem csinálok semmit, nem mozdulok ki, nem megyek el barátokkal lógni, meg ilyenek, és így rájöttem erre, hogy ezt így tökre elhanyagoltam, és most ezen változtatni akarok. Úgyhogy lehet, hogy ez most pont így az élőadásoknak a rovására fog valószínű menni a jövőben, de azért próbálok streamelni, amennyire tőlem telik, de akarok egy picit többet kimozdulni itthonról, mert tök jó dolog egyébként, meg haverokkal lógni, meg új dolgokat kipróbálni, meg utazni, meg minden, és így nagyon-nagyon elkapott ez az életérzés, hogy az élmények, ugye, amit mondtam korábban is, hogy az élmény az egy olyan dolog, amit senki nem vehet el tőled, és az tök jó. Tehát egyszer szerzel egy tök jó, van egy tök jó nyaralás, vagy egy jó buli, vagy egy akármi, és arra életed végéig emlékezni fogsz, ha olyan jól sikerül. Vagy ha éppen olyan rosszul, tehát az is így benne van a pakliba persze. De ja, én amúgy, ja, itt írja Super Ninja Rob, én amúgy azt a projektet csináljuk családommal, hogy minden hónapban bejárunk Magyarországon egy várost. Ez tök jó. Esztergom volt az első, és decembert kihagyjuk, mert jön mindkettő mamám karácsonyra. Aha. Hát jó, nyilván igen, egész évben nem nagyon lehet, így amikor mondjuk vannak családi programok is, úgy közben nehéz. Főleg az ilyen nagy ünnepek, mint a karácsony, meg a minden szentek, meg hát most Halloween, aki tartja, tényleg egyébként most hétvégére hivatalos lettem volna Spidey-hoz Nyíregyházára, Halloween-i bulira, de nekem most az utóbbi időben, most pont... Kicsit ellentmondásos lesz, amit mondom. Az utóbbi időben annyit utaztam, hogy már besokoltam az utazásból, de mondjuk pont azt mondtam az előbb, hogy tök jó dolog utazni, meg szeretnék minél többet utazni. Csak most így tényleg munkám miatt is 800 kilométert levezettem egy hónap alatt. Mondjuk így legalább tanultam a vezetést is, meg minden, tehát az ilyen szempontból nem volt rossz. Csak nagyon sokat kellett utaznom, meg most voltam kint Ausztriába is, meg voltam, fölmentem Pestre a Földance-re, akkor meg előtte ugye ott volt a Eurofurance, a Berlinnel, meg a Prágával, tehát így nekem ez az utóbbi 2,5 hónapom, ez tényleg abból állt csak, hogy ide mentem, oda mentem, amoda mentem, és közben meg arra nem volt időm, hogy, mert nekem azért valamennyire, mivel egy introvertált ember vagyok, meg gondolom sokan azok vagytok így a nézők közül is, kivéve aki nem, de a... igénylem azt, hogy amikor ilyen nagyon sokat mozdulok ki, akkor egy picit feltöltődjek itthon, hogy utána tudjam folytatni nyilván, hogy még többet tudjak mászkálni, meg minden. Csak az a baj, hogyha a jóból is megállt a sok, ugye, és nagyon sokat utaztam mostanában, így most úgy éreztem, hogy ezt a hétvégét inkább itthon szeretném tölteni, hogy egy picit feltöltődjek lelkileg, és akkor utána tudok menni akármerre. Nem tudom, hogy ezzel esetleg közületek van-e más is így, de én ezt úgy érzem, hogy ez nekem most így kellett például, hogy így jobban felhasználjam az energiámat, vissza, újra fel tudjak töltődni megint, mert igazából feltölt nyilván az is, amikor otthon van az ember, meg valamilyen szinten feltölt az is, amikor utazol és kimozdulsz és emberekkel vagy, de nem tudom, ez ilyen, be lehet sokalni az egyikből is, meg a másikból is, tehát hogy van, ami energiát ad, meg energiát veszel, de hogyha meg túl sok energiád van, azt ugye nyilván fel kell élni valahogy, ha meg nincs elég energiád, akkor meg energiát kell szerezni, tehát így balanszolni kell a dolgokat. Ha kevés időd jut az utazásra, a MÁV mindig segít hosszabbítani a menetidőn. Igen.
jellemzően. Mondjuk nekünk is most volt, hogy amikor Kiskörösről mentünk Pestre, akkor is valahol álltunk, de már nem emlékszem, hogy hol. De azt tudom, hogy valahol megálltunk, mert be kellett... Ja, tudom, az volt, hogy... Most a településre nem emlékszem, de a lényegében az volt, hogy valamelyik sávot nem tudták átváltani, és akkor ott szenvedtek vele, hogy próbálták visszarakni a sávot, úgyhogy nekünk jó legyen, hogy Pest fele tudjunk menni. És akkor ott azzal bénáztak valamit, és ott késtünk, de az nem tart, az egy ilyen 5-10 perc volt igazából, tehát az nem volt egy olyan hűde hosszú, de bemondták külön, hogy amiatt késni fogunk. Viszont az a bécsi késés az mondjuk már brutális volt, hogy fél órát álltunk egy helybe, és nem tudtuk, hogy miért. De az meg nem a MÁV-nak a hibája volt, mert az már ott volt kint külföldön, tehát az az ő bébi volt. De az a külföldi MÁV. Úgyhogy rájuk is lehet érvényes. Én pedig 200 kilométert sétáltam 2 hónap alatt. Az mondjuk nem kevés. Mondjuk van családom barátja, aki 1 év alatt 5000 kilométer sétál. Az igen. Az elég... Ez elég sok energiát igényel. Azt kell, hogy mondjam. De bár van, akit meg mondjuk pont ez az, ami így feltölt, meg mindent, tehát mindenkinek más az energiaforrás, mert más dolgokból töltődik fel. Na, mi meg a Super Metroidból töltődünk most fel, úgyhogy vissza is váltok a játékra. Így inni. Úgyhogy visszajöttünk most ide az anyahajóhoz, és akkor szereztünk magunknak egy morfball képességet, melyik azt meg is tudjuk nézni. Meg szereztünk rakétákat. Úgyhogy jobban föl kéne még fedezni itt ezt a bolygót, mert itten hiányoznak dolgok. Mert nagyon-nagyon sok képesség van, amit még nem fedeztünk fel. És még nagyon a játék elején vagyunk, tehát... És olyan sok minden nem történt még. Na itt például van egy ilyen kis luk, ahova ugye korábban nem tudtunk bemenni. És most szépen beslisszanunk ide. Kikerüljük azt a lebegő akármit. Ó, és itt van... Vannak ilyen kis... is legyek, vagy nem is legyek, ezek inkább olyanok, mint a muslincák. A széjjel lövöm itt a muslincákat, aztán nehogy itten megegyék a boromat. Na. Jó. Ó, és egy újabb ajtó, amit rakettával lehet kinyitni. 5 darabbal pontosan. Na, és akkor egy újabb képesség. Ó, bomb! Átmegyünk morfvalba, és akkor az Y-nal le tudjuk tenni, és akkor tudunk dúrogtatni. Ez nagyon jó, mert lesznek helyek, amiket csak így tudunk majd megnyitni. Mondjuk itt az elején még nem sok minden van. Hoppá, hello! Főkelt a szobor. Hopp. Na, várjál. De várjunk, el lehet menni a lába alatt, hogyha átmész golyóba, ha jól emlékszem. Ja, így ki lehet őt kerülni. Viszont menjünk, átváltok a rakétára. Oh. Jaj, menjünk, ezeket jó lenne lőni. Hopp, már a fejét elvesztette. Csak az a baj, hogy én is mindjárt meghalok. Hát ez gyors volt. Ez egy gyors menet volt. Ugyénak a streamjét néztem, ma ő most nyomatja most egy ilyen 6 óra hosszás retro játékos streamet nyom, és több játékot is bemutat, és ő is elővette a Metroidot, és így csodálkoztam rajta, hogy milyen gyorsan legyőzte ezt a boss. Nekem ez meg akárhányszor neki futok, legalább egyszer mindig meghalok. Na nézzük még egyszer. Ugye a hajónál mentettünk, úgyhogy megint mehetünk vissza. És próbálhatunk újra megküzdeni ezzel a jósággal. Na várjunk, akkor mi is a következő sztorim? Ja, a kampányidőszak.
Hát a kampány időszak is érdekes volt. Meg igazából minden, amit most mesélek, ez nekem érdekes volt. Egy teljesen új élmény volt minden. Fülembe egy picit lejjebb veszem a játéknak a hangerejét, mert nekem nagyon hangos. Így saját magamat nem hallottam most így. Itt a kratériának a bömbölő háttérzenéjétől. Hogyha esetleg hangbeli problémákat tapasztalnátok, azt nyugodtan írjátok meg cseten, és akkor megpróbáljuk kijavítani. Hallottam, hogy még tavaszkor Észak-Magyarországon egy vihar által 5 perc, ilyen majdnem 500 percet késett egy vonat. Hát igen, az mondjuk arról a MÁV meg nem tehet, tehát hogyha egy ilyen időjárásbeli dolog miatt késik egy járat, az időjárást azt nem tudja befolyásolni nyilván a MÁV, de hát a MÁV is az is olyan, hogy esik az eső, akkor azért késünk. Meleg van, akkor azért késünk. Hideg van, akkor azért késünk. Tehát bármit is csinál az időjárás, késünk. De ez nem is lenne a MÁV, hanem így lenne. Na, megint rakétázunk akkor. És akkor újra megküzdhetünk ezzel a jósággal. Na mondjuk most itt lesz egy kemény fight, úgyhogy majd a fight után folytatom szerintem a story time-ot. És megpróbálok erre jobban rákoncentrálni, hát ha el tudom intézni gyorsan. Várjunk, hogy is van? Ja így, igen. Na jó, most jó meglőlek. Ezeket a golyóbisokat, igen, ezt jó lőni, mert így kapunk rakétát, és a rakétával hamarabb el tudom intézni. Ez az. Jó. Kész, meg is van. Na ez így rakétával baromi gyorsan megy tényleg. Visszakapom az életem, a rakétámat, mindent. Nagyon jó. Ez az, ami az előbb gondot okozott, most meg így tök gyorsan megoldottuk. Na, mondjuk ezeket itt nem nagyon kell most lövöldöznöm, mert tele vagyok mindennel. És akkor várjunk, merre kéne tovább mennünk amúgy? Most van egy ilyen labda képességünk, és akkor a labdával... Ja, tudom, el tudunk menni Brinstar fele, vagy visszamegyünk a másik Brinstaros területre, ahol korábban voltunk. Visszanézhetünk, mert lehet, hogy fel tudunk fedezni olyan dolgokat még ott, amihez nem fértünk hozzá. És igen, ez az a rész. Erre emlékszem konkrétan, amikor Wii U-ra is kiadták a Super Metroidot, mint megvásárolható játék az eShopról, ilyen virtuál konzol címként. Visszasírom egyébként a virtuál konzolt, az egy nagyon jó dolog volt. Ugye volt a Miiverse nevű dolog, ami gyakorlatilag a Nintendónak volt a közösségi médiás próbálkozása, olyan volt, mint egy Nintendós Facebook, és oda lehetett ugye megosztani ilyen játékbeli screenshotokat, meg élményeket, meg ilyesmi, és nagyon sok fiatal teleszpemelte a Super Metroidos szobát azzal, hogy ennél a résznél elakadtak. Mert nem eljutottak idáig, mindjárt mutatom, tehát itt erre a részre, és így nem tudták, hogy hogy kell kijönni. Pedig csak akkor tudsz innen visszamenni, hogyha itt erre lejössz, ugye legyőzöd azt a boss-t, meg mit tudom én, és így nagyon sok kisgyerek itt, vagy egy fiatal, nem feltétlen kisgyerek, de fiatal játékos itt elakadt, és nem tudta, hogy mit kell csinálni. És kirakta a screenshotba, hogy segítség, mondjátok meg, hogy mit kell. És tényleg rengeteg volt ezekből a posztokból. És így csodálkoztam is rajta. Nem sokszor böngésztem, de így egyszer így belefutottam ebbe, és így meglepődtem rajta, vagy pedig ez így, nem tudom, ez így adja magát, vagy nem tudom. De mindegy. Ja, igen, ugye erre tudunk eljönni, mert ugye addig nem tudtuk ott azt a falat felrobbantani. De én most el akarok menni erre lefele, mert itt se jártunk még mindenfelé.
mondjuk itt is van még egy terület, azt hiszem, vagy valami itt is lesz, igen. Aha. Itt is van raketta. Idén január végén a Nintendo megszüntette a eShop működtetését, kivéve Wii U átlépő rendszer és, a, és egy Zelda játék update. Ja igen, hát nem, nem minden tartat örökké sajnos, bár azt, azt nem értem, hogy jó, mondjuk nyilván kellettek az erőforrások, gondolom a Nintendónak is, meg nem akarták több pénzt költeni ott a Wii szolgáltatásait igénylő szervereknek a fenntartására, meg mit tudom én, de... De, de amúgy így ezzel a Switch-es Nintendo Online dologgal olyan sok mindent nem kaptunk, mert hogyha most belegondoltok igazából, most talán azt megtehetem, hogy kilépek innen a menübe, csak ne zárjam be a Super Nintendo Online-t. Kaptuk ezt, kaptunk egy Nintendo Entertainment Systemet, mondjuk az is tök jó, mert vannak benne játékok, amiket így gyakorlatilag külön felár nélkül játszhatunk, meg ugyanúgy a Super Nintendo-snál is, meg megkaptuk a Tetris 99-et, ami még úgy király, és így kb. Ennyi. Tehát így nagyon nagy szolgáltatásokat nem kaptunk a Nintendo Online-tól. Egy csomó játéknak az online részét így vártam volna, hogy stabilabb szervereket kapunk, vagy valami, hogy, hogy az online játéknak a stabilitása meglegyen, és így Mario Maker 2-be is, hogyha online játszol, akkor is ilyen sokszor fut bele az ember abba, hogy, hogy laggol a játékmenet, hogyha valamelyik játékosnak szutyi a nete, akkor a többieknek is elkezd szaggatni. Smash Brothers szintén. Valamennyit javítottak azért a szolgáltatáson az idő múlásával, de még mindig nem az igazi. És ez jó, Mario Kartnál mondjuk annyira nem feltűnő. De Splatoonnál viszont elég sokszor volt probléma. Jó, mondjuk a Tetris 99-nél majdnem, hogy lényegtelen. A... Mi volt még amelyiknél? Nagyon, nagyon érezhető volt. Igazából bármelyik first party Nintendo játék, amelyik online és ilyen van, van online multiplayer része, az majdnem, hogy mind csorbát szenvedett. És azzal, hogy nem kapta külön dedikált szervert. Pedig úgy igazán legalább ezt az egy dolgot kaptuk volna. Mert jó, kaptunk kizéket cloud saving szolgáltatást, meg kaptuk ezeket a csodálatos retro játékokat, de de akkor hol van az N64, hol van a GameCube, hol vannak a Wii játékok újra, hol vannak a Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance játékok. Tehát így nagyon, nagyon sok mindent hiányolok még ebből. Mert a virtuál konzolnak, igaz, hogy fizetned kellett a játékért, ott legalább te magad választottad ki, hogy mit akarsz játszani, és akkor ami neked kellett, azt megvetted. De így meg igazából kapsz ingyen játékokat, ami jó dolog, csak így kapsz olyat is, amivel nem biztos, hogy játszani fogsz. Ott van, tök jó, meg ki lehet próbálni. Csak így meg kimaradnak olyan címek, amit mondjuk be akarnál szerezni egy játékot az adott konzolra, és mivel nincs benne a kínálatban, ezért nem tudsz játszani vele. Tehát az úgy meg jó lenne, nagyobb lenne a választék. És nem csak ez a két konzol lenne, hanem lehetne több is. Meg nem csak Nintendo konzol lehetne, hanem lehetne más is, mint a virtuál konzolnál is voltak. Mega Drive játékok, meg Genesis. Sega Genesis, Mega Drive, meg... mi is volt a... Game Gear, meg... Neo Geo, meg... meg PC Engine, meg mik voltak, még volt egy csomó retro konzol régen. Sega Master System. Most így gondolkodom, hogy tehát egy csomó. Még mondjuk egy virtuálból is tök menő lenne, mert igazából nem volt egy olyan hűden nagyon befutott konzol, de hogyha lehetne virtuálból játékokat is játszani, az is tök menő lenne.
elég gyakoriak ezek a hibák a Nintendo-nál. Igen, észrevettem már én is. Nagyon jó játékokat készítenek, meg tökre értenek így tényleg a játékkészítéshez, de bármi, ami így a modernkori dolgokat illeti, meg az internet, meg a kapcsolódás, meg akármi, az ilyenek, ez nagyon nem. Tehát ez valamiért ez a Nintendo-nak nem megy. Virtual Boy Nintendo VR-ra. Igen, az tök menő lenne szerintem is. Na várjunk közben. Aha, itt lefele akarunk menni majd. Jó. Csak hogy haladjunk a játékkal is. Mert itten el tudok azért kalandozni nagyon. Hoppá. Itt a kalózok. Itt most széjjel fognak szedni valószínű. Nem, hogyha elég gyorsan mozgok. Csak itt nem, itt visszamenni lesz majd nagyon rossz, de... Mindegy, most már bevállaltam, hogy eljövök erre. Vissza akarok menni arra a lenti részre. Oké. Fájnk, itt van secret. Nem, úgy néz ki, hogy nincsen. Jó, akkor megyünk le. Azt mondja, ugye itt oldalt összeszedtük magunknak a képességet. Ó, viszont már nincs itt az a lézeres akármi, vagy az a... Ó, itt viszont... Itt lesz majd egy rombolható fal, csak ide egy másik képesség fog kelleni. Menjünk itt ki. Tudok jönni? Ja nem. Itt csak így lehet kijönni. Nyilván, mert ha ki lehetne jönni másképp is, akkor nem kaptuk volna meg a morfbal képességet. És akkor itt, na várjunk, itt hogyan is akarunk menni? Itt azt hiszem, hogy oldalra. Itt ezt az ajtót, amit már korábban egyszer felnyitottunk a rakétákkal. Igen, itt erre akartunk eljönni. Mert itt is lesz secret. Csak hogy is volt? Itt volt egy fal, ahova be tudtam menni. Menjünk, föl tudom-e magamra robbantással jutott. Ó, de! Hopp! Aha, na ide kelleni fog majd egy másik képesség. És azzal fogok tudni igazából érvényesülni itt. Ott nincsen más, amit ott fönt robbantani lehetne, úgy látszik. Erre se tudunk itten tovább menni, itt se. Na igen, ez ilyenek miatt lehet nagyon belemerülni ebbe a játékba, hogy keresed a titkokat. Aha, igen, itt is lesz még ilyen robbantható. Aha. Igen, ez itt most nagyon látszik. Aha, itt fal van végig. Na jó, mindegy, ezt most egyenlőre hagyom. De ide is majd vissza kell jönnünk később, azt tuti. Egy jobb képességgel. Szerintem amúgy a Nintendo-nak a mobil piacot 100%-ig hanyagolni kellene, azért mert például Dr. Mario World-ben az online mód javarészt szerencsefüggő, vagy 5 hét elteltével nincs online mód a Mario Kart Tour-ban. Lenni szeretes... Igen. Kipróbáltam a Mario Kart Tour-t, és nem tetszik. Kipróbáltam, mi volt még, amit a Nintendo kiadott? Volt az Animal Crossing-os mobiljáték, azzal valameddig eljátszogattam, de aztán az se tetszett azért, mert nagyon, ott a mikrotranszakciókkal tudtál igazából, tehát hogyha vásároltál magadnak rendes pénzből dolgot, azzal tudtál úgy igazán haladni ott abba is, hogy akkor tudtad úgy jobban fejleszgetni a dolgaidat.
meg akkor nem kellett annyit várakozni, hogy leteljenek a timerek, meg mit tudom én. Tehát így egy idő után elvesztette nálam a varázsát az Animal Crossing-os mobiljáték. Aztán várjunk, mit próbáltam még? Ja, a Mario Run, mondjuk a Mario Run az nem volt rossz. Csak hogy sok embert ugye elriasztott az a dolog, hogy hú, most kell fizetnem 10 dollárt azért, hogy megvegyem a játékot teljesbe, és akkor hiába lehetett ingyen kipróbálni az első pár világot, hogy lásd, hogy neked való a játék, vagy nem. Így nagyon nem vették a játékot, pedig egyébként egy tök jó. Az még egy jól sikerült játék volt szerintem, csak az is olyan, hogyha kijátszod, akkor utána már nem sok minden tartogat a számodra, megszerzed az összes ilyen színes érméket, meg mit tudom én, amiket beleraktak a játékba, meg csinosítgatsz magadnak egy királyságot, amit telepakolsz mindenféle épületekkel, meg mit tudom én mivel, ilyen díszítő elemekkel, és ennyi. Tehát így ott teljesen kifújt a játék. De maga a játék viszont tök jól működött, meg az online része se volt rossz, hogy meg tudtam mérkőzni másoknak az idejével. Azért az úgy nem volt rossz. Csak aztán, hát látta a Nintendo, hogy ez nem működik. Volt még nekik ugye más játékuk is, volt az a Fire Emblem-es, mondjuk azzal nem játszottam, meg mi volt még? Volt egy csomó, de jött ez a Mario Kart Tour, és így az irányítás borzasztó rossz, tehát így én kipróbáltam az összes irányítási módot benne, és egyszerűen nem ment egyikkel se. Tökre játszhatatlan, akár a döntögetőssel, akár ezzel az ujjaddal tologatós módszerrel, nekem valahogy sehogy se. Egyébként se szeretem a legtöbb mobiljátéknál ezt, hogy az érintő képernyőt kell tapogatni, mert nem mindegyik telefonon jó az érintő képernyő se. Csomószor van az, hogy hozzáérek úgy a képernyőhöz, hogy közben nem is akartam, és akkor teljesen más csinál a karakterem a játékban, mint amit szerettem volna, meg ilyenek. És így nem tudom, én hozzászoktam ahhoz, hogy ha videójátékkal játszok, a kontrollert nyomok, amin gombok vannak, és gombokat nyomogatok, mert benyomom a gombot, akkor még érzem is, hogy benyomtam a gombot. Ezt a telefonképernyőjén nem. Annyit látsz csak, hogy történik valami a képernyődön, de az sem biztos, mert az ujjaddal betakarod a kijelzőt. Tehát ez így akkora nagy hülyeség szerintem. Én nem szeretek emiatt így mobilon játszani, mert azoknál a játékoknál, amik engem érdekelnének, a legtöbbnél az van, hogy egy csomó gombot, vagy hát a kijelzőn lévő gombot, vagy akármit nyomkodni kell, csak hogyha sok a nyomogatni való gomba kijelzőn, akkor meg nem látod, hogy mit csinálsz, mert betakarsz a saját kezeddel. Tehát így tökre egyáltalán nem intuitív a dolog. Nekem legalábbis. Úgyhogy jó, persze erre találták ki a Bluetooth-os kontrollereket, amit összepárosítasz a telefonoddal, de hát az is olyan, hogy van amelyik kontroller működik azzal a játékkal, amivel te játszani akarsz, valamelyikkel meg nem. És akkor találd ki, hogy most neked melyik kontroller a jó. Mondjuk hál' Istennek ez az 8-bit Duo, ez elvileg jó, de nem teszteltem még, mert az a baj, hogy így nem sok kedvem van ahhoz, hogy most itten elkezdjek mobiljátékokat próbálgatni, meg nem tudom én. De nem is nagyon van olyan mobiljáték, ami így lekötött volna olyan szinten, hogy mint akármelyik ilyen konzolos nagy játék, vagy PC-s játék, vagy akármi. Nagyon más világ. Na, Energy Tank. Miről van szó? Hát most éppen a mobiljátékokról, meg hogy a Nintendónak nem nagyon kéne mobiljátékokkal foglalkoznia. Legalábbis ezt mondja Super Ninja Rob. Valamennyire egyet tudok érteni vele, mert nekem se tetszik ez a vonal annyira, amiben a Nintendo elkezdett haladni most így a mobiljátékok terén. De hát, ha változnak még a dolgok. Na most attól, hogy nekem nem tetszik, most az meg a Nintendoiknak meg pont lehet, hogy beválik, mert elég sokan költenek a játékra. Ja, meg a másik dolog, ami nem tetszett még nekem a Mario Kart Tourban, hogy
elkezded a játékot, és nem Mario a kezdő karaktered, hanem Toad. És ahhoz, hogy te Mario-val játszál, akiről el lett nevezve a játék, ahhoz neked pénzt kell költened a játékra. Tehát ez így... Így nem értem. Vagy beleölsz egy rakás órát, hogy kifarmold. De maga a játékmenet meg annyira nem szórakoztató, tehát már nálam itt elbukott a dolog. Eljövünk most erre, vagy a titkos fele menjünk? Hát nem tudom. Menjünk a titkos fele. Arra mindig jó dolgok vannak. Most lényegében erről volt szó, egy kicsit elkalandoztunk, mert az alaptéma az az lett volna, hogy miért voltam eltűnve az elmúlt 2,5 hónapban. És itt elmeséltem, hogy milyen volt kint Berlinbe a Eurofurenzen, meg milyen volt Prága, meg milyen volt a kampányidőszak, bár azt elkezdtem, de nem fejeztem még be. Meg érintőlegesen beszéltem a Salzburgi utamról is. És akkor ezeket akarom így ebbe a mai adásban jobban kifejtegetni. A közben hogy állunk időben? Nem is néztem az órára. A 21 óra 13. Hát, meglátjuk még, hogy meddig fog tartani ez az adás. De már egy óra hosszát bőven streameltünk. És még nem is jutottam el a sztoriaimnak a végére, úgyhogy majd akkor mindjárt folytatjuk. Még azt azért megnézem, hogy várjunk a térképen, itt minden. Menjünk ott, ja ott lehet majd lefele menni, de ott majd csak később fogunk tudni tovább jutni. Úgyhogy most elindulunk emelre. Szóval a kampányidőszak, na azt elkezdtem és nem fejeztem be. Sőt, igazából el se kezdtem, úgyhogy bele is vágnék. Na hát hazajöttem ugye Prágából, és főnökömék már rögtön mondták, hogy hát most a választásokig október 13-ig még hazamenni se nagyon tervezzek a szüleimhez, mert annyi lesz a munka. Hát úgy is volt. Nem csak egy jelöltnek kellett ilyen videós anyagokat, meg Facebook posztokat, meg ilyesmiket gyártanunk, hanem melyik jártam Hódmezővásárhelyre, jártam Algyőre, meg jártam Domaszékre. És hál' Istennek Szegedre nem kellett, azt már nem, szerintem már nem bírtuk volna, mert ez is baromi sok volt. Sőt, már igazából ha csak az egyiknek a dolgával kellett volna foglalkoznunk, azt is még tudtuk volna komolyabban, és az is azért teljesen felemésztett volna minket, de így is volt munka bőven, hát annyi mindenre oda kell figyelni ilyenkor, hogy normálisan legyen lekommunikálva minden, ne legyen félreérthető, ne lehessen belekötni. Ez ugyanúgy érvényes a videóknál is, hogy ne mutassa a videóban olyan dolgot, ami nem odavaló, vagy kellemetlen a néző számára benne, vagy megkérdőjelezhető. Tehát így kicsit tényleg olyan volt, mint egy ilyen aknamezőn mászkálnál, és így próbálnád így kikerülni az aknákat, nehogy főrobbanjon alattad valamelyik. De minden esetre érdekes volt, ezt sokat tanultam belőle. De örülök, hogy véget ért, mert Istenem, az a sok szenvedés, amin végigmentünk emiatt, és nem csak én, főnökömék is láttam rajtuk, meg a munkatársak is, akikkel együtt dolgoztam, meg más médiumoknál voltak, és újságoknak írták az eseményekről, meg minden. Ez eléggé megterhelő volt most így a médiában dolgozók számára ez az utóbbi időszak. Aztán mondjuk tudnék mesélni, csak az a baj, hogy ebben viszont nem nagyon akarok belemenni. Egyrészt azért, mert nem tudom, hogy mi az, amit elmondhatok, és mi az, amit meg úgy egyáltalán érdekes lenne elmondani erről az egészről. De azért megvan ennek a szép meg a rossz oldala is, mind a kettő. Ó, na itt is kell majd egy képesség. Ez egy olyan blokk volt, amit eddig még nem láttunk. Hoppá.
hirtelen ezek az ellenfelek meg jó megtépáztak itten. Ó, itt vannak ilyen csövek, csak nem a Mario jön ki belőle. Pedig vicces volna. Mint ahogyan az az adás elején is történt a... abban az animációban, amit bejátszottam. Super Stupidity-től. Érdemes rákeresni a YouTube-on, mert tök jó animációi vannak. Ez volt a... rákerestem arra, hogy akartam keresni egy tök jó kis ilyen intro videót az adás elejére. Beírtam, hogy Super Metroid Animation, és találatok között így rá felfedeztem ezt a tök jó kis animációt, amit itten lejátszottam nektek, és azt így kitaláltam, hogy hát ez tök jó lenne ezzel indítani a műsort. Egy igényesen volt összerakva, meg volt egy kis humora is. Na, közben miket írtatok? Félreteszem addig a játékot, egy picit most úgy is mentettünk. Addig dumágassunk egy kicsit most megint. Most volt egy kis játék. Azt mondja... Hogy is van ez így? Na, egy kicsit most félretesszük a játékot. Pihenünk és beszélgetünk. Na, miket írtatok? Dark Reaper, avagy MassDX, üdvözöllek az adásban. Mario Kart Tour adatok, megjelenés napján 10 millió és egy hét alatt 100 millió letöltés szerzett, ezáltal a világ legjobban indult telefonos játék rekordját beoldítva. Aha. De hiába szedték le sokan, hogyha maga a játék meg nem olyan jó, nyilván várták volna az emberek a dolgot. Meg eleve az is, hogy van benne egy multiplayer rész, de aztán kiderítették, hogy nem is emberek ellen játszol olyankor, hanem gépi ellenfelek ellen, amik... Tehát így nem értem, a Nintendónak... nem tudom, ezek az online dolgok valahogy nem, újítani akarnak. Volt ez még a PUBG Mobile-nál is, azt hiszem, hogy ott is volt ilyen, hogy gépi ellenfelek is voltak a játékban, hogy meglegyen a 100 játékos. De a Mario Kartnál ez miért lenne igény? Amikor ennyien letöltötték már rögtön az elején, akkor miért kell egy ilyen rendszert bevezetni? Semmi nem indokolja. Mindkét új mozgatós irányítást próbáltad? Mindent. Tehát így kipróbáltam a döntögetőst is, az újasból is, ugye ott kettő van. Az egyik az, hogy simán kanyarodik a karaktered, amerre húzod, meg a másik az a driftelős. Én kipróbáltam először a driftelőssel, és valami kegyetlenül erdja. Tehát így nyomod, és így tökre nem úgy megy a karakter, ahogyan én szeretném. Átváltottam a simára, azzal még úgy, ahogy egész jól tudtam kanyarodni. Aztán kipróbáltam a döntögetőst is, de azzal meg nem tudtam eltalálni azokat a szögeket, amik kellettek volna az, hogy normális ívbe tudjam bemenni a kanyarokat, tehát az meg azért nem volt jó. És így igazából a három megoldás közül talán egyedül az a sima fordulós volt, ami működött, de ha még így is be van nyomva az autosteering, akkor hozzá se nyúlsz a játékhoz, és már olyankor is van, hogy csak elnyomod a képességeket, meg ilyesmi, és nyertél. Tehát így semmi kihívás nincs benne, amikor ilyen van. Jó, nyilván nem lehet az összes játékot megnyerni, úgyhogy nem nyúlsz hozzá az irányításhoz, de láttam videókat is róla, meg én is kipróbáltam, hogy tényleg van ilyen, hogy nem nyúlsz hozzá, max a képességeket nyomogatod el, és akkor is nyelsz. Nyilván, hogyha be van nyomva a smart steering, de hogyha meg nem kell hozzá nyúlnod a játékhoz, hogy nyerj, akkor meg minek játszol a játékkal, tehát ez, nem tudom. Tehát így, a játék az akkor érdekes, hogyha van befolyásod rá, nekem legalábbis. És az, hogy most csak elindítom, és megy, és automatikusan nyerek, az nem tudom, hogy az kinek jó? Meg miért jó? Én nem értem. Fura nekem ez az egész. Én például csak a Gold Passra költöttem eddig. Ja, meg igen, van egy ilyen Gold Pass is, de mindegy, most már nem akarok annyira belemenni ebbe a témába, mert eléggé kiveséztük szerintem. Gold Passra költöttem eddig a hét elején, azt ahhoz képest Mario nincs meg, de Dry Bowser egy Peach-et megvan. Uh-huh. Tehát így
Meg egy csomó másik karakter hiányzik, gondolom, azokat is úgy tudod unlockolni, hogyha még többet beleköltesz, meg mit tudom én, talán ilyen napi küldetéseket, vagy hasonlókat, már nem tudom, hogy pontosan hogy van a játékban, de biztos, hogy játékkal is tudsz magadnak dolgokat unlockolni, de sose azt kapod, amit szeretnél, hanem teljesen random, és ez annyira idegesítő szerintem. Tehát ez így, miért ne tudnék konkrétan megszerezni olyan karaktert, vagy olyan karakterre játszani, amivel szeretni. Miért kell ezt ilyen random sorsolni? Ma meg van is olyan csomag, amiből meg rögtön meg tudod venni azt a karaktert, ami kell. Nem tudom, nem néztem utána, de gondolom, hogy van ilyen lehetőség is. Hogyha van, akkor meg azt nem értem, hogy akkor meg miért kerül annyiba, amennyibe került. Tehát akkor miért kell még pluszba költenem azért, hogy meglegyen egy karakter? Tehát ez, én alapvetően nem értem ezt így a mobil játékoknál, hogy miért így csinálják. Nyilván ebből jön nekik a legtöbb pénz, meg ezzel működik ez a rendszer, hogy így lehet ebből meggazdagodni, de mármint, hogy a cég, aki ezt az egészet csinálja, de nem, nekem nagyon idegen ez az egész. Én nem... Az a baj, hogy már volt egy pár köröm egy-két ilyen játékkal, hogy beleöltem egy csomó pénzt, és így igazából a saját hibámból tanulva rájöttem, hogy tök fölösleges egyébként ezekre a mobilos játékokra. Nekem legalábbis fölösleges ezekre költeni, mert kapok valamit, amit mondjuk nagy nehezen sikerül megszerezni, így, hogy beleölök egy csomó pénzt, de azt a pénzt meg elkölthettem volna egy csomó más hasznosabb dologra is. És... Na mindegy, hagyjuk ezt a témát szerintem. Annyira nem szeretem a mobil játékokat alapból se. Nekem Bowser volt a kezdő karakterem, de ahogy Lerni is mondja, csak úgy tudsz előre jutni, ha pénzt költesz bele, igen, vagy több órákat töltesz ki farmolással. Ami nem lenne egy rossz dolog, hogyha farmolással is lehetne ugye karaktereket unlockolni, de hogyha alapból olyan a játék, hogy nem élvezed, akkor már eleve minek, tehát mindegy. Na, miket írtatok még? Csak a microtransaction, az hiányzik a Super Metroidból. Ne, jó ez így, ahogy van. Somnói Galuska, üdvözöllek egyébként az adásban. Mikor ezt készítették, akkor még a microtransaction... Mi? Nem ismerték. Ja, hogy igen, akkor még nem ismerték. Meg úgy az online fizetéssel. Hát az egy teljesen más világ volt nyilván. Én abban a világban nőttem föl, tehát nekem ez az egész online dolgok, egy csomó minden újdonság még így nekem is, úgyhogy már elég régóta benne vagyok azért, meg azért nem idegen számomra egy csomó minden, csak meg azért tudok alkalmazkodni is, meg hogyha valami nagyon fontos, akkor azt kitanulom egy pár nap alatt max. Így annyira nem szoktak gondot okozni ezek az internetes felületeknek a megtanulása, meg ilyesmi. De sokkal egyszerűbb volt régebben, azt kell, hogy mondjam. Tehát így nem voltak ennyire egyrészt megbonyolítva a dolgok, másrészt meg... Hogyha költöttél valamire, akkor is régen is nem tehát a dolgokat is úgy készítették el, régen, hogy megvetted, és azt a dolgot, ami neked kellett, mondjuk egy ruhát, vagy egy cipőt, vagy egy konzolt, vagy bármit, és az működött. Majdnem egy életed végéig. Tehát nekem is itt van még a Super Nintendo-m, voltam vagy 3 vagy 4 éves, amikor megvettük, és itt van, és még mindig működik. Jó, most nem arról játszok, de csináltam már róla élőadást, közvetítettem arról a konzolról, meg összekötöttem, meg minden is működik, meg ha nem is streamelek, csak simán összekötöm, akkor is megy. Kazettáknak se lett baja, azok is mennek, tehát így régen valahogy nem volt az, mert azóta rájöttek, hogy nyilván, hogyha valamit megépítesz úgy, hogy az nem megy tönkre, akkor abból nem nagyon lesz hasznod, mert egyszer megveszi az ember a termékedet, és utána azt a vevőt elvesztetted. Megveszi jó áron a terméked, és aztán kész. Adjő. Úgyhogy, amikor erre rájöttek, az kár, hogy egyébként ez így alakult, hogy
hogy ez lett a norma, hogy már nem építik meg úgy a dolgokat, hogy időtállóak legyenek, hanem egy ilyen 4-5 évig maximum kitartson, és akkor utána újat kelljen venned. Tehát ez a telefonoknál is megfigyelhető, amikor még a 90-es években ott voltak a jó régi Nokiák, amiket fogtál, és így hozzávágtad a földhöz, meg leejtetted a 10. emeletről, és lementél érte, és ugyanúgy működött tovább, és nem volt vele semmi. Most meg leejted a Xiaomi-dat, vagy az iPhone-odat, vagy az akármilyen telefonodat, amit van éppen mostanában, és kész, annyi. Összetört a kijelző, kirepült az akkumulátor, teljesen izé tönkrevágódik a belseje, kicserélhetetlenek az alkatrészek, és akkor teljesen új telefont kell venni. Tehát nagyon-nagyon megváltoztak a dolgok a régen megszokottakhoz képest. És így. Hát nem tudom, hogy ez most nyilván a cégeknek jó, nekünk végfelhasználóknak annyira nem. Csak így nagyon sokat nem tudunk tenni ellene, hogy ha már az összes céges csinálja, akkor már nem nagyon tudsz mit tenni, az a baj. Tehát hiába elindíthatnánk egy forradalmat, hogy nem vesszük meg a tárgyakat, meg minden, de az a baj, hogy már az összes ilyen cég így, tehát majdnem minden cég így csinálja már. Mindegy, ez is egy órákat, vagy hát napokig lehetne beszélni erről a témáról is, de most annyira nem akarok annyira bele merülni ebbe. Na, jó, akkor most dumáltunk egy jót, mondjuk még mindig nem meséltem a saját dolgaimról, de nem baj. Mennyi az idő? Amúgy. 21.29 vagy 21.30, még körülbelül egy fél óra, és akkor lenne 10. Ugye általában akkor szoktam, ilyen 2 órákat szoktam általában streamelni. Nem baj, játszunk még, folytassuk, aztán lesz, ami lesz. Majd próbálok azért menet közben mesélni is. Na nézzük. Szóval itt mentettünk egyet az előbb. És akkor megnézzük, hogy mit hagytunk ki itt ezen a részen. Aha, itt van egy ajtó, amit kinyithatunk. 5 rakettával. Hopp, itt van egy ilyen nagyon-nagyon sebző szörnyeteg. Ja, még nincsen charge shotom. Azt majd később fogom unlockolni csak. Pedig ezek ellen nagyon jó lenne. Nem akarom a rakétáimat elpazarolni még. Oké, 2 volt belőlük, úgy néz ki. Akkor tudok jönni el. Jaj, várjunk, itt lesz a boss. Van-e valami, amit még nem fe... Hát... Jó, mindegy, menjünk a bosshoz, ha már itt vagyunk. Mondjuk ez hál' Istennek nem nehéz. Hogyha ismered a patternjét, akkor... nem lehetetlen legyőzni. Dobja a polleneket, azokból lehet visszatölteni az életet meg a rakétát. Viszont átváltok rakétára. Itt mindjárt megáll a feje ennek az óriás növénynek. Ez az. Pollen pont az útba volt, és nem bírtam amiatt eltalálni. Jaj, várjunk, nem akarom pazarolni a rakétákat. Na, most. Oké. Be tudtam lőni 2 még gyorsban. Nem tudom, hogy ilyenkor csak az egyiket számítja be, vagy mind a 2, de remélem, hogy mind a 2. Az egyik az tévútra ment, sajnos az nem a gyenge pontra ment, hanem pont a szája sarkába. Hoppá, ebből is csak az egyik talált be. Na, mindjárt megáll, azaz. Hoppá, na, most már begyorsult. Lehet, hogy nem állok le, izé lövöldözni a polleneket.
egyelőre csak hozzáértem egyhez. Óvatosan ki kell kerülni. Á, nem bírtam időbe odaugrani és eltalálni. Na majd a következőt. Ah. Sajnos hozzám ért. Ez az. Meg is vónánk. Nice. És ki is száradt meg minden. És visszakapjuk az életünket is. Valamennyire, meg a rakétákat is. Na és akkor itt elmászkálunk erre fölfele, megnézzük, hogy esetleg erre találunk-e valami hasznosat. Hopp. Hoppá! Ebbe a csőbe le tudtunk menni. Oh. Jé, tudok izé lassítani az esésemen. Na, mit kapunk? Super Missile! Ezzel is lehet durrogtatni. Most elkezdtem laggolni? Majd rövid időre laggoltam, de most már abba is hagyta szerencsére. Na. Lerni a vízvezeték szerelő. Halis srácok, szevasz a Monster Knight 21, üdvözöllek az adásban. Na, te neved még nem ismerős, akkor valószínű új vagy a csatornán, üdvözöllek. Itt ilyen nintendulások szoktak menni, főleg nagy ritkán PC-zünk is. Bár inkább nintendozni szoktunk. Van egy rakás Nintendo konzolom, pont ma számoltam össze, van 10 darab. Már elég régóta gyűjtögettem őket. Aztán így szoktam róluk játszani. Mondjuk most kivételesen pont nem a... Tehát egy Super Nintendo-s játékkal játszok, de lusta voltam most összekötni a rendszert, meg nem kértem el külön a játékot az egyik haveromtól, mert ő is éppen ezzel játszik. És ha már úgyis fönt van a Switch-en, a Super Nintendo Online abba, meg igazából van egy SNES Minim is, és azzal is tudtam volna játszani, de most ez volt összekötve, aztán most ez kényelmesebb volt. De általában az eredeti konzolról szoktam játszani a játékokat. Kivéve most egy kicsit kivételt tettem, mert így kényelmesebb. Most. De egyébként van NES, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube. Tudunk játszani Wii, meg Wii U játékokat is. Vannak izé Game Boy játékok is, bár azokból is csak a sima Game Boy játékokat tudom jelenleg közvetíteni kifelé. De amúgy vannak ezen kívül még Game Boy Color játékaim is, Game Boy Advance-ra is van egy pár cím. Nintendo DS-re, 3DS-re is van, meg most ugye a Switch, amit most az utóbbi időben nagyon nyomat mindenki, meg most én is. Most ez a menő. Várjunk, ebbe a szobába még nem voltunk, vagy de, ez lehet, hogy az a szoba, amiben ott fönt is voltunk, fönti részében csak itt folytatódik. Na mindegy, eljövünk erre lefelé. Ó, oh, missile, az úgy is köl, az jó dolog. Nekem volt olyan, hogy egy játékba annyira belemélyültem, hogy észre se vettem, és hajnali 2-ig játszottam. Na igen, a Super Metroid is tud ilyen lenni egyébként. Csak én most kitaláltam, hogy közben mesélni is akarok. Hoppá, mi van itt? Charge Beam, ez az, na ez kell. Ez köll a lelkemnek. Szia Lerni, sziasztok, kicsit benézzetem. Szevasz Momo, üdv az adásba. Na, örülök, hogy jöttél. Várjunk, erre nem tudok el... Ó, de csak ide is kelleni fog majd egy képesség. Ami még nincs meg. Csak az a baj, hogy sokszor van olyan itt ezeknél a részeknél, hogy
hogy... Jaj, ti így tudok visszajönni, jó. Sokszor vannak olyan részek ebben a játékban, amit mondjuk így fejben mondjuk megjegyzett, hogy jó, oké, de vissza kell jönnöm, aztán később, amikor már megkapod a hozzávaló képességet, megfeledkezel róla. És akkor így kihagyod a szikreteket, meg ilyenek. Mert nem tudsz magadnak jegyzeteket hagyni a térképen. Ugye ez még nagyon régi játék volt, olyankor még nem gondoltak ilyesmire. Annak idején főleg az ilyesmit azt úgy játszott, legtöbbször úgy játszottuk az ilyen játékokat, hogy külön papírra fölírtuk magunknak, hogy na ezt akkor nem kéne elfelejteni. Vagy hogyha volt olyan játék, ami nem tartalmazott ilyen rendes mentést, hanem ilyen kódos mentés volt, hogy kidobott a játék egy kódot, és azt a játék elején, ha beütötted, akkor tudtad folytatni onnan, ahol abba hagytad, akkor a kódot fölírtad magadnak, meg ilyenek, tehát régen így működött ez az egész. És hát igen, még nem voltak annyira kiforva a dolgok, úgyhogy például ilyen funkció nincs Super Metroidban, pedig tök jó lenne, hogy már magán a térképen is tudjál jegyzetet hagyni magadnak, hogy ide mondjuk érdemes lenne visszajönni, vagy itt láttam valamit, ami hasznos lehet később. Mert mondjuk olyan szinten jó munkát végez a játék, hogy ahol van valami, oda tesz egy olyan kis pöttyöt ahhoz a szobához, vagy ahhoz a részhez, itt is látni több ilyen pöttyöcskét. Szobákba elhelyezve, ott van valami, ami kellhet. De még a legelső Metroidban még térkép se volt. Azt úgy kapták külön, mondjuk az tök menő volt, hogy a játékhoz adtak külön egy térképet. És azt nézted, miközben játszottál. Hoppá. Na igen, itt van egy ilyen ajtó, amit hogyha meglövünk, akkor ki tudjuk nyitni. Ez azért lesz érdekes nekünk, mert később majd látunk olyan ajtót is, aminek a másik oldalán lesz a kapcsoló. Fal másik oldalán, és nem férünk hozzá. Akkor arra kell majd valami megoldás. Hogy tovább tudjunk menni. Na és akkor itt várjunk, itt nem tudok robbantani. Robbantani tudok, csak a fal nem megy szét. Akkor visszajövünk el ide. És akkor fölülről megpróbáljuk. Ja, csak ez így nem jó, mert keresztül esek. Várjunk. Volt, azt hiszem, az algombomon van azt hiszem egy futás, ha minden igaz. Aha, tudok egy picit gyorsabban menni. Na nézzük, hogy az esetleg itt működik-e. Aha. Jó, így végig lehet futni. Habár még ilyen futós szuperképességet még nem unlockoltunk. Na nézzük, mi van itt. Ó. Még el tudok ugrani arra? Van egy ilyen trükk. Mondjuk itt azt nagyon ki kell számolni, hogy ilyen szaltózva kell ugrani neki a falnak, és amikor a fal mellett vagy, akkor van egy rövid lehetőséged arra, hogy nyomd az ellenkező irányt, és el tudsz ugrani a másik irányba. Így. Csak... Aha. Lehet, hogy föl tudok oda menni. Aha, majdnem. Ez annyira nehéz kivitelezni. Na ez az. Jó. Ez az. Lehet, hogy felfedezek valamit mindjárt. Na. Aha. Ja, csak itt nem lesz egyszerű, mert itt meg vannak ilyen jószágok, akiktől nem fogok tudni ottan normálisan feltrükköződni, még ha nagyon ügyes vagyok, akkor se. Inkább hagyom.
Pedig arra biztos lesz valami menü. Még nem tudunk oda menni. Hopp, hopp, hagyjál békén te! Na erre se tudunk még eljönni. Hát akkor merre kell? Ja, várjál. Ó, lehet, lehet itten jönni. Hopp. Huha. Na itt hogy megyek vissza? Nagyon sehogy. De várjunk, itt van egy ilyen szuper rakettás ajtó is, ide benézek. Ó, itt kapok valamit. Energy recharge completed. Ja, az az energiámat töltötte vissza. Ez jó cucc. Bár annyi energiát nem buktam még. Hoppá. Ezt le tudom lőni rakétával? Nem. Szuper rakétát meg nem akarom elpazarolni rá. Hoppá. Ó, ó, ebből meg kapok szuper rakétát. Ó, és itt fönt. Ó, de jó lenne oda feljutni valahogy. Itt nincsen secret. Úgy tűnik. Azt nézem, hogy ezeknél a blokkoknál esetleg van-e valami, amelyiken keresztül tudok lőni. De nem. Hát arra nem fogunk menni most. Várjunk, lehet, hogyha itt balra elnézek. Várjunk, ott fönt látni valamit. Várjunk csak. Innen ki kéne jönnöm. Hopp. Hoppá! Mi van itt? Mi van itt? Mi van itt? Föl tudok oda menni? Várjunk. Aha, a trükkel, amit korábban próbáltam alkalmazni, azzal igen. Nézzük csak. Ez az. Secret. Hopp. Ott visszaestünk volna. De jó. De jó. Találtunk secretet. Mit kapok? Az mi az? Spacer. Az mi? Az most nem is emlékszem így hirtelen név alapján, hogy az mi az. Ó, hogy ilyen menő lövedékem van. Ó, és menjünk ezt a charge-olom. Hú. Ó, ez de menő. Menjünk itt. Van-e még secret? Secret a secretben. Legtöbb secretet elég jól föl lehet venni ezekkel a pici bombácskákkal. Hát úgy néz ki, hogy erre nincsen. Na, de ez király. Találtunk magunknak egy frankó. Frankó cuccost. Hogy is volt? Ja, itt. Itt valahol le tudtam volna esni. Ja, itt, igen. Aha. Na, így már könnyebb eltalálni egy-két ellenfelet. Na, nézzük el. Nézzünk el erre, hogy itt mi van. Uh-huh. Itt van valami átjáró. Ezt az üveget nem lehet szétrobbantani valahogy. Nem. De sejtett valamit, itt biztos, hogy kell majd mászkálnunk. Valahogy el tudunk jutni oda. Háttérbe is. Ó, itt van secret. Nézzük csak. Ó, menjünk oda, még nem tudok átugrani. Még trükkel se. Na ide majd később vissza kell jönnünk, az biztos.
Futós képességünk nincs, de futni tudunk. Mármint ilyen szuper futás képességre gondoltam. Azt mondja, később fogjuk unlockolni. Lesz egy olyan is. Akkor még gyorsabban fogunk tudni futni, mint jelenleg. Hoppá. Na, mi van itt? Ó. Aha. Nem tudok bemenni az ajtón. Ó, nem baj, találunk egy másik útvonalat. Hopp. Hát ez így nem jó. Úgy néz ki, hogy itt nem tudunk magunknak utat törni. Úgyhogy visszamegyünk. És hogyha csak úgy simán keresztül futok. Na nézzük, most lenyomva tartom a futást. Aha, az első ajtón még keresztül tudok jönni, de a másodikon már nem. Akkor ide később kell visszajönni. Jó lenne az a játék, csak Károly Csaja a főszereplő. Az miért baj? Miért baj az, hogy Csaja a főszereplő? Nincsen azzal semmi baj, sőt, az tök menő, hogy Csaja a főszereplő. Ó, menjünk itt, erre el lehet jönni lefele, csak meg fogok halni, ez így nem jó. Kész, ennyi volt. Remélem volt nem túl messze, így nem mentési pontom. Hova rak vissza? Na most egy csomó mindent szerezhetünk meg újból. Lehet, hogy lett volna ott is a közelben egy mentési pont, csak elmentünk mellette. Ó, banyek. Elvesztettem azt a szuper lövésemet is. És még a szuper rakétát is. Banyek. Na várjunk, merre mentünk? Itt oldalra, és akkor úgy a körbe. Vagy várjál? Ó, hát én... Nem kell nekem ezt újra játszanom, várjál? Hogy is van? Hosszan kell lenyomva tartani, azt hiszem a... Igen. Hol... Vissza tudok annyit tekerni? Mentési pont, igen. Game over. Későn jutott eszembe. Nem biztos, hogy innen vissza tudok menni addig, hogy megmentsem az írhámat. Föl tudok innen még ugrálni? Á, lehetetlen. Ó, várjunk, még enged vissza. Ki lehet játszani a rendszert. Nagyon jó. Ide, itt jöttünk be a szobába, és itt jövünk vissza. Na, ilyen a régen nem volt. Néha azért nem rossz. Most nem kell újra játszanom ezt a sok mindent. Mondjuk hatalmas nagy segítség így. Oké, szóval akkor ebbe a szobába nem megyünk be. Ú, viszont ezt az ajtót még nem tudjuk kinyitni. Akkor menjünk itt lefele is. Ó, lehet jönni lefele is. Ó, mi lesz itt, kérem. Hoppá. Ó, azt ott nem tudom meglőni. Mert már a fal túloldalán van a kapcsoló. Na nézzük. Erre még el tudunk jönni. Csak 5 rakétába kerül. Energy tank. Az mindig kell, az jó. Oh. Erre van valami. Hoppá. Hoppá, mit találtam? Missile.
erre, susnyásba elfele. Hopp. Ó, még egy képesség. Na most! Ja nem, ez a high jump boots. Nem erre gondoltam, azt hittem ez lesz a futós. Ma már ilyen cipőt kapunk, gondoltam, akkor gyorsak leszünk. Nem, hanem magasabbra tudunk most már ugrani. Na, akkor mondjuk vissza tudunk menni ahhoz a részhez, ahol nem tudtunk korábban felugrani elég magasra. Hát így most már könnyebb följönni ezeken a részeken. Ja, csak nem enged tovább a játék, addig, amíg el nem intézem itt az ellenfeleket. Aha, most már jöhetek. Akkor erre nem voltunk még. Ó, itt egy mentési pont. Na, ezt kerültük el korábban. Nekem a videójáték világában a kedvenc karakterem Zero Suit Samus és az összes Surfing Suit Princess, Rosalina, Peach, Daisy, a Mario and Sonic Tokyo 2020 Olympic Games Surf módjában. Hát igen, mindenkinek megvan, amit szeret. Vannak ilyen dolgok. Nyilván. Hopp. Na menjünk, ez. Ennek nem örülök, ennek a jószágnak. Menjünk. Hát el tudom ezeket intézni egy ilyen charge shot-tal. És ez nem elég neki. Várjál, rakéta. Az jó. Oké, na és akkor itt. Aha, na ide már kelleni fog az a képesség, az a gyorsan futós. Viszont a rakétákat nem kéne elpazarolnom. Úgyhogy erre egyenlőre még nem tudunk tovább menni. Mentünk megint egyet. Na és akkor merre nem voltunk még ott lent? Ott arra valamilyen nem tudtunk elmenni. De miért? Ez mi volt a gond? Ja, itt van egy ajtó, amit nem tudunk kinyitni. Erre ugye még nem. Az ilyen fajta ajtókat még nem tudjuk kinyitni. De erre oldalra nem. Hát mondjuk eljövök csak azért, hogy a térképen utána látszódjon a nyoma, hogy akartunk erre jönni, csak aztán mégse. Egyelőre nem kísérletezem vele, inkább visszamegyünk. Hú. Na most lesz 10 óra, nem sokára. Picit még játszunk, aztán szerintem elköszönök. Nagyjából elmeséltem a dolgokat, amiket akartam, mondjuk az ausztriai útról még nem nagyon beszéltem. Csak most már fáradt vagyok, lehet, hogy majd azt valamikor következő adásban elmondom. De még akarok haladni egy picit a játékkal. Ja, várjunk, itt volt oldalt az a rész, amit ma akarok nézni. Igen, igen, ide nem tudtunk korábban felugrani. Na, most már játszik könnyedséggel. Na, mi lesz itt? Ó, van itt minden mi szemszájnak ingere. Na. Ó, ez az, el lehet itt jönni. Van még egy enemy, amit nem lőttünk le, de hol? Nincsen semmi. Aha. Ó, várjunk, itt van egy ajtó. Hopp.
de nem szeretem ezeket az űrlényeket. Jó, nincs több. Jó, arra talán nincs semmi. Hopp, egy mentési pont. Van-e esetleg erre valami szikret? Talán nincsen. Ugyan úgy néz ki. Hát akkor mindegy, visszamegyünk. Ja, innen jöttünk. Hoppá, ott van lesz valami. Csak. Na, itt nincsen ilyen rejtett akármi? Nincs. Akkor a másik irányból esetleg? Ó, viszont itt meg most vannak ezekből a csúnya rossz lényekből. Na, menjünk. Ja! Igen, így is lehet egyébként egy csomó bombát lerakni. Csinálsz egy charge shotot, lemész morph ballba, és hogyha megvan a bomba képesség, a bombarakó, akkor tudsz így egy csomó kis bombát lerakni. Na, hagyjatok békén. Na, ezzel a lövedékkel elég könnyen el lehet ezeket intézni. Na, nézzük, hogy el tudunk-e jönni erre. Ja, ott kellene majd az a képesség, ami hiányzik. Ó, itt van egy luk. Ez nem volt itt korábban. Hoppá, itt vannak ilyen kalózok. De most már szét tudom őket lőni ezzel a lövedékkel, ez jó. Hoppá. Itt lesz valami gonoszság, amelyik nem akarja itt, hogy könnyű dolgunk legyen. Hoppá, hello! Csak nem Kraid, személyesen. Na. Ez nem volt nehéz. Vagy ez csak egy kamu Kraid volt? Hova én erre van szikre? Hopp, mi van itt? Ezt megnézzük. Charging Station. Ja, csak tele vagyunk energiával, meg rakétával is, és azért nem történik semmi. Hogyha odaállok. Secret a secretben. Hm. Ah. Pedig milyen menő lenne. Itt. Ez úgy néz ki, mint egy másik szemesz. Egy hasonló a ruhája, mint a miénk. De fura, erre nem is emlékeztem. Ez meg mi? Óha. Még nem tudom csak úgy lelőni a fejét. Rakéta. Ez talán hatott rá. Aha. Hoppá. Jaj, a szuper rakétát nem akartam elpazarolni. Ó, de a tüskébe nem akarok bemenni. Na, itt van Kraid személyesen, ez már a rendes. Hoppá. Ennek nem lehet csak úgy... A szájába kell lőni? Aha. Szájába kell rakétázni. Na. Mondta, hogy áh. Azaz. Azaz. Ó, nem egyszerű. Na,
Jé, ha csak simán meglököm, az visszalöki őt. Így. Vagy nem? Nem azért ment vissza? Nem. Azt hittem. Úgy csak már nem sok energiám maradt. Nyisd már ki, szád. Hogy meg kell lőnöm? Aha. Meg kell lőnöm és akkor nyitja ki. Akkor folyamatosan lövöldözni kéne. Na mindjárt meg lesz szerintem, már változtatta a színét. Azért meg muldelóni nem akarok. Kéne HP-t szereznem még. Jó illemet tanult, tudja, hogy ha ásít, akkor el kell fedni a száját. És emiatt nem találom el egy csomószor. Na, kap szuper rakétát. Az biztos finom lesz. Vagy csak meg kell lőni? Ja, elég az is, hogyha csak simán meglöl. Hopp. Úgy néz ki, a szuper rakéta megtette a hatását. Ó, ez az. Nice. Na nézzük, mi van itt mögötte. Kraid. Elintéztük a boss-t. Ó, újabb képesség. Varia Suit. Ja, ez nem az, amelyikkel be tudok majd menni a lávás részekre? Ó, megváltozott a színem. Picit narancssárgább lettem. És akkor várjunk, elvileg, hogyha bemegyek a menübe. Aha, itt. Aha, itt lehet kibe kapcsolni a képességeket. Attól függően, hogy mi kell, meg mi nem. Ki lehet kapcsolni a charge-ot is, meg vissza a spacer-t is. Szemére lehet szabni. Mondjuk lehet, hogy később lesz több haszna igazából. Most tök jó, hogy be van nyomva minden. És mindenre szükségünk van. Na, viszont én amondó vagyok, keresünk egy mentési pontot, és akkor... És akkor mentünk egyet, és akkor elköszönök. Aztán majd folytatjuk legközelebb a story time-ot. Ez így jó volt szerintem, így tök jól el tudtam beszélgetni veletek így játék közben. Ilyet akarok majd csinálni máskor is. Legalábbis így Super Metroid közben azért egész jól el tudtam dumálni. Én legalábbis tökre élveztem. Úgyhogy ez így jó. Bár azért még mindig... Mindig vannak nehézségeim így beszélni, meg játszani egyszerre, de ez azért ahhoz képest egész tűrhető volt talán. Na. Fölöttünk lesz egy save point, na akkor oda megpróbálunk eljutni. Vagytok még? Aha. Cső. És akkor ide a mentési ponthoz vissza. Na, hát akkor ezzel így el is köszönnék akkor tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok erre a visszatérős live-ra, így 2,5 hónap kihagyás után. Úgyhogy hatalmas nagy köszönet, hogy így ennyi idő után is így jöttök még és néztek meg minden, ez jól esett nekem is, meg remélem, hogy ti is jól éreztétek magatokat. Adás végére itt volt velünk Spartacus, Another the Viewer, Commanderu, Don Bobo, Lil Mao, Super Ninja Rob, Somloigi és Warp Memories. Nagyon szépen köszönöm mindannyiótoknak, hogy itt voltatok. Még azt látom egyébként, hogy az elmúlt időszakban volt egy jó pár követés. Itt őket is beszeretném olvasni. Mondjuk az animációt nem... Á, bejátsszuk az animációikat is. Volt itt nekünk egy Army 555.
ha nem játssza be egyből. Kis késéssel. Aha, Mitch Hippigá is bekövetett engem még 2 hónappal ezelőtt, Army az 3 hónapja. Aztán Sagastrina Creations. Repeat alert, ez az. Ja nem, várjunk. Rosszat nyomtam. Ja nem, 2-szer nyomtam be a Mitchet, és most játszotta be a másodikat. Akkor nyomogathatom őket egymás után elvileg. A Sagastrinát, ah most játsz a Sagastrinát. Akkor volt itt nekünk egy Tech Husky, Lil Mao, Big Stan 4, Vadkacsa, Sally Wolf és Ray Fox. Így. 2 hónapja volt a Sagastrina, 21 napja Tech Husky, 12 napja Lil Mao, 10 napja Big Stan 4, 3 napja Vadkacsa, 3 napja Sally Wolf és 3 napja Ray Fox. Köszönöm mindannyiótoknak a követést. Ha most jár még Big Stan-nél, akkor még lesz 3 értesítés még. És akkor, hát remélhetőleg holnap is fogok tudni streamelni, úgyhogy holnap viszont láthatjuk egymást. Úgyhogy gyertek majd. Vagy ezzel fogok játszani, vagy valami mással, de be akarom fejezni majd ezt a sztorizós dolgot, úgyhogy még lógok nektek az ausztriai utazással. A Sali, még a Ray Fox van hátra. És aztán kellemes estét kívánok akkor minden jótoknak. Használjátok ki az őszi szünetet, azt nem tudom, hogy most kezdődött, vagy jövő héten lesz. De jövő héten meg mind szentek, azt menjetek el, látogassatok ki a szeretteiteknek a sírjaihoz, meg minden, az nálunk egy nagyon jó kis családi program szokott lenni olyankor, úgyhogy én is jövő hétvégén így valószínű nem leszek, nem fogok streamelni, mert én is akkor a családdal fogok lógni, viszont meglátjuk, hogy jövő hétközben esetleg tudunk-e majd még streamelni, holnap biztos. Holnap mindenképpen számíthattok tőlem élőadásra, megpróbálok most azért valamivel gyakrabban streamelni, hogyha már úgy adódott, hogy úgy néz ki, hogy ilyen ugorka szezon van a meló helyen most már, a nagy kampányolások után. Na jó van, szép estét kívánok mindenkinek, jók legyetek, aztán holnap találkozunk. Sziasztok!